Jó estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Lábot televízió nézőit. Február havi magazin műsorunkban ismét megpróbáltuk összegyűjteni önöknek az elmúlt időszak legfontosabb híreit és eseményeit. Mielőtt megtudnák, hányan regisztrálták magukat a www.tudásodajövőt.hu honlapon, kérem tekintsék meg képes ajánlónkat. 8 napi rendi pontot tárgyaltak a települések polgármesterei a Rinyamenti kistérség több célú önkormányzati társulás társulási tanácsának ülésén. Alapfokú angol és informatikai képzés már biztos, hogy indulni fog a településen egy támapos pályázatnak köszönhetően. Eredményes fél évet tudhatnak maguk mögött az általános iskolások. Szerdánként tornázni járnak a Hölgykoszorú Klub tagjai a művelődési házba. Könnyes szemmel vett búcsút munkahelyétől és kezdte meg nyugdíjas éveit Fülöp Istváné, akitől a gyerekek és a gondozók köszöntek el. Állarcok mögé jelmezekbe bújva vonultak fel az általános iskolások farsangi mulatságukon. Újabb 3 kötetet ajánl az olvasók figyelmébe Molnár János. Városkörnyéki teremlabdarúgó tornát rendeztek a 7.-8. osztályosoknak Nagyatádon. Mai adásunkban Lassú Istvánnal és Nagy Balázsral beszélgetünk a falubelieket leginkább érintő témákról. Január végén ülésezett a Rinyamenti kistérség több célú önkormányzati társulás társulási tanácsa. Az összejövetelen több napi rendet vitattak meg a jelenlévők. Ilyen volt többek között a belső ellenőrzésre vonatkozó pont, de szó esett a szociális szféráról is. Dr. Trefeli Katalin a Nagyatádi járási hivatal vezetőjének bemutatkozójával vette kezdetét az idei esztendő első társulási ülése. A Rinyamenti kistérség több célú önkormányzati társulás tagjai 8 napi rendi pontot tárgyaltak összejövetelükön. Az első pontban a belső ellenőrzési feladatokról tájékoztatta a jelenlévőket Orma István, a társulás elnöke. A következő napirendben a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát módosították a tagok. Az ülésen a jelenlévők a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal és a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást is megtárgyalták, melyet el is fogadtak a települések képviselői. A szociális intézmény szakmai programját és SMS-ét is módosította a társulás ezen a napon. 2006. december 31-től a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ igazgatói feladatait Simonovics Józsefnél látta el, aki ez év június 30-áig tölti be ezen tisztséget, hiszen nyugdíjba vonul. Az ülésen a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntöttek a polgármesterek. A kistérségi iroda megszűnésével a helység kihasználatlansága miatt a társulás tagjai úgy határoztak, nyílt eljárásban hirdetik meg a 85 négyzetméter nagyságú iroda bérleti hasznosítását. Az ülés végén a társulás pénzügyeit is áttekintették a jelenlévők. A számok megismerését követően az egyebek napirendi pontban az elkövetkezendő időszakra vonatkozó feladatokat beszélték át a jelenlévők a társulási tanács soros ülésén. Folytatva továbbadásunkat köszöntöm a esti első vendégemet, Lassú István polgármestert. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az imént egy röviden összefoglaltuk, hogy mi történt a társulási tanács soros ülésén, de egy pár gondolattal szerintem biztos ki tudja egészíteni, hogy mennyi minden történt még ott, amiről az összefoglalóban nem beszéltem. A társulásnak, a kistérségi társulásnak a feladatköre jelentősen változott január 1-től. Gyakorlatilag a szociális ellátórendszer, a hétközi, hétvégi orvosi ügyelet és a pénzügyi ellenőrzés az, ami közös feladatellátásként most társult formában működik majd. A szociális ellátórendszer volt napirenden most ezen az ülésen. Arról beszéltünk, hogy a változások miatt, hiszen a Kutasi térség, a Segesdi résznek egy területe, az kivált ebből a társulásból, átalakult ez a rendszer, és vélhetően a 2013-as év folyamán további átalakításokkal kellene abba az irányba elmozdulnunk, hogy kisebb egységekben átláthatóbb, átfoghatóbb és költségvetésileg is talán jobb kondíciókkal működő szociális ellátó egységek jöjjenek majd létre. Ennek a végiggondolása mellett döntöttünk, illetve abban, hogy a pénzügyi ellenőrző társulásnak a költségvetését alaposan lecsökkentjük, hiszen nincs miből kifizetnünk már az eddigi gyakorlat szerinti költségeket. Ennek a átgondolására adtunk egy megbízást az elnökségnek, illetve az elnöknek, a bizottság vezetőjének.
Egy másik nagyon fontos ülés, amiről beszélni kell, ugye testületi ülés is volt az elmúlt időszakban, ahol elsősorban szerintem a költségvetésről esett a legtöbb szó. Mit kell tudni, illetve a tervezetről, hiszen még csak azt tudták tárgyalni. Két fordulóban tárgyaljuk a 2013-as költségvetési évét a településnek. Ez valóban az első fordulója volt a költségvetési tárgyalásnak. Az intézményekkel leülve átgondoltuk, áttekintettük, főként a tavalyi mutatószámok alapján a várható kiadásokat, és ugye szembeállítottuk vele a várható bevételeket 2013-ban. Hát az egyenlege az sajnos nagyon kedvezőtlen a község az önkormányzat számára, hiszen a kiadások és a bevételeknek az egyenlege, ha csak tisztán a 2013-as évet tekintjük, az 31 millió forint mínusz. Sosem volt ekkora mínuszban a költségvetés, éves egyenleget tekintve. Gyakorlatilag ennek az évnek a januárjától bevezették a feladatfinanszírozást, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok adott feladathoz kapnak konkrét központi pénzügyi támogatást, és abból a támogatásból meg kell tudniuk oldani ezeket a feladatokat, hiszen hitelfelvételt nem engedélyez most az önkormányzatoknak már a központi költségvetési törvény. Ugye a probléma az, hogy uniformizáltan történt az önkormányzatoknál jó részt a támogatások megállapítása, másrészt pedig az, hogy a 2011 évi tényleges kiadási szintek figyelembe vételével számolták ezt ki, bár ezt nagyon nem értjük, hogy hogyan jöttek ki ezek a számok, hiszen a 12 jogcímen kapott támogatás 12 önkormányzati feladathoz az úgy néz ki, hogy azokból összesen 3 az, amiből kijön a feladat végrehajtás. Ez a szociális ellátásoknak a területe, a másik nálunk a gyermekétkeztetés, a harmadik a temető üzemeltetés, és a 12 jogcímből a 9 jogcímnél nem elegendő, messze nem elegendő ez a támogatás, és az önkormányzat 25 millió forint nagyságú saját helyi adóbevétele és egyéb bevétele a költségvetési év 0 szaldós, tehát hitelmentes tervezéséhez. Tehát az a nagy probléma most a költségvetésnek, hogy a második fordulóban február végéig megpróbáljunk az intézmények működésén, a kiadásainkon rendkívül szigorú, ennél is szigorúbb költségvetési szemlélettel még megtakarítani összegeket, illetve ugye kénytelenek vagyunk bevonni a tavalyi pénzmaradványunkat az ezévi gazdálkodásba. A szerencse az, hogy tavalyról is azért jelentősebb összegű működési pénzmaradvánnyal jövünk át ebbe az évbe, és egy szigorú ezévi megtakarítás mellett az elmúlt évi pénzmaradvány még 2013-ban egy kiegyensúlyozott nullszaldós működésre lehetőséget teremt. A probléma nem is ez, a probléma az, hogy nem látjuk, mi lesz 2014-ben, 15-ben. Mert ha így működik ez a támogatási rendszer, ilyen rossz kondíciókkal, és aki ezt kiszámolta, az nem gyakorol önkritikát maga fölött, akkor a 2014-15-ös működés egy tragikus, katasztrofális időszaknak néz ki, mert a pénzmaradványunkat már idén fölemészti a működés, jövőre nem lesz miből hozzátenni 10-20 vagy 30 millió forintot a működési hiányhoz. Tehát ez a helyzet az, amit a képviselőtestület gyakorlatilag most ezen az első fordulós tárgyaláson végig gondolt és felismert. Számos intézkedés határozott el, amely elég erőteljes megtakarítást hoz. Ennek egyike sajnos éppen a KBTV műsor sugárzásának, a helyi műsor szerkesztésének a szüneteltetése a következő hónapoktól, de ugyanilyen a községi rendezvényeknek a teljes törlése, teljes elhagyása, és az intézményeken belül is további költségvetési szigorítások. Most talán az a pályázat is, amiről ugye szó esett, itt az intézményeknél ugye jelentős beruházásokat szeretnének megvalósítani, sikeres pályázat esetén ezekről mit kell tudni? Hát a 2013-as év az a pályázati beruházások megvalósításának egy nehéz éve lesz, azért mert két megvalósított beruházás is itt most idén elkezdődik. Egyik, ami talán egy kicsit korábbi lesz, ez az ivóvíz hálózat korszerűsítése. Ennek a közbeszerzési hirdetményét most a napokban tettük közzé, küldtük meg az ajánlattevőknek, és várjuk azt, hogy február végére megérkeznek az ajánlatok, és tudunk dönteni a kivitelező személyében. Ugye ez az ivóvíz hálózat korszerűsítése, a tárgy összekötő vezeték kiépítése az azinos ivóvíz probléma miatt, ami egy olyan 105 milliós beruházás lesz majd. A másik a vezetékes szennyvízhálózat.
a szennyvízhálózatnál a közbeszerzési kiírások ugyancsak megjelentek, várjuk a kivitelező, a műszaki ellenőr, a programmenedzsmentnek az ár ajánlatait, és ezek között fogjuk kiválasztani ezek közül majd a kivitelezőket és a közreműködőket. Ott is várható az, hogy május környékére döntés születik és lesz konkrét kivitelező. Tehát két olyan rendkívül nagy jelentőség és nagy összegű munka valósul meg 2013-ban a településen, amelyet már régóta terveztünk és régóta szerettünk volna megvalósítani. Ezeknek a finanszírozása a működéssel szemben rendben van, hiszen az ivóvíz hálózat korszerűsítése 100%-os támogatottságú, tehát előleg igénybevételével, gördülő finanszírozással, az önkormányzattól saját forrás nem, vagy nem nagyon igényel, a szennyvízhálózat beruházás lebonyolításánál pedig a lakossági előtakarékosság, illetve az eddigi közműfejlesztési befizetésekre, mint garanciára tudunk felvenni olyan hitelt, amiből meg tudjuk finanszírozni a beruházásnak a lebonyolítását, mindaddig, amíg fel nem szabadulnak ezek a pénzek, és abból vissza nem tudjuk fizetni ezeket a hiteleket. Ez a kettő megvalósuló jelentős beruházás, amivel számolunk idén. És még kettő van, ami talán költségcsökkentést is jelent majd egyes intézményeknél, ugye egy vagy több energetikai pályázatról is beszélnünk el. Igen, két pályázat előkészítése van most folyamatban, egyik beadási határideje hétfő. Ez az orvosi rendelők épületének energetikai korszerűsítését tartalmazza, egy külső hőszigetelést és egy belső fűtési rendszer rekonstrukciót, felújítást. Ennek a beruházási költsége 25-26 millió forint körüli, önereje 15%, és hát reménykedve várjuk, hogy a sok munkának majd talán gyümölcse lesz az, hogy a pályázat támogatottá válhat, bár nagyon nagy az érdeklődés a pályázat iránt, és nagyon sok beadott pályázat várható. A másik ugyancsak energetikai pályázat, a művelődési ház, a környezőségi hivatal és az idősek otthonának az elektromos ellátó rendszerét szeretnénk napelemes rendszerrel kiváltani, ami jelentős energetikai megtakarításokat jelent valamennyi intézményben, hiszen a művelődési háznak a havi villanyszámlája 80-85 ezer forint, idősek otthonái 30 ezer forint körüli, a hivatali és a körüli. Egy ilyen rendszer kiépítése, kialakítása ezeket a költségeket nagy mértékben csökkenteni, csak nem lenullázná. És ez a beruházás egyébként úgy tűnik egy ilyen 16 millió forint körüli bekerülési költségben meg is állna, amelyből az önkormányzatnak ugyancsak 15%-os önrészt kellene vállalni. Ez az önrész, ez szinte egy éves, másfél éves működési időszak alatt már megtakarításban megjelenne a költségvetésünkben. És egy másik fontos dolog, ami talán több falubelit is érint, ugye a közmunkaprogram, mert várhatóan március elején indul majd. Hány főt fog érinteni, lehet-e már tudni? 84 főt érint a Start közmunkaprogram Lábot községben. Sajnos nem indult február 1-én, mert eredetileg akkor kellett volna indulnia. Ez komoly gondokat is okozott nekünk, hiszen a közintézményeinél dolgoznak Start közmunkaprogramban foglalkoztatott dolgozók, akiknek a munka jogviszonya most csak március 1-től indul, de a munkát ott el kell végezni februárban is. Ez a csúszás azt jelenti, hogy március 1-től december 31-ig valósulhat meg tehát ez a közmunkaprogram. Ennek a pontosítására került sor most a napokban. A téli értékteremtő közmunka része az, ami 8 órában a tavalyi megállapodás szerint elindulhat március 1-én. Sajnos az összes többi programot, ami a közutakhoz, a külső utakhoz, az árkokhoz, az illegális személydrogok felszámolásához kapcsolódik, ezeket sajnos 6 órára visszacsökkentették a támogatási időszakban, 6 órás munkaviszonyra, és nem lehet tovább foglalkoztatni egy-egy ilyen feladatkörben a dolgozókat, mintsem 5 hónap. Tehát a tavalyi szándékaink és elképzeléseinkhez képest egy szerényebb közmunkaprogrammal számolhatunk ebben az évben. Van ezen kívül egy most megjelenő új pályázat, az egyéb közfoglalkozási lehetőségekre ad nekünk is pályázati lehetőséget, ami azt jelenti, hogy abban körülbelül 20 embert tudunk foglalkoztatni 5 hónapos időszakban, amit arra szánunk, hogy abban a közmunkaprogramban azt a maradék közel 100 munkanélkülit havi váltásokban tudjuk foglalkoztatni azért, hogy azt a 30 napos munkajogviszonyt meg tudják szerezni
az önkormányzatnál, ha már máshol nem tudják, ami viszont kell ahhoz, hogy 2014-ben is ellátásban maradjanak. Tehát azt szeretnénk, ugye ez az 5 hónap 20 fő, ugye ez gyakorlatilag egy hónapig, egy-egy hónapos turnusokban a 100 főt lefoglalkoztatja, hogy ezzel a váltórendszerrel tudjunk segíteni így a településen élő munkanélkülieknek. Milyen egyéb feladatok várnak még erre akkor az elkövetkezendő időszakban? Hát a február az még egy nagyon jelentős feladatot itt a hónap végén tartogat a számunkra. Ugye március 1-től tervezzük létrehozni, és a törvény is ezt kötelezően írja elő, az új hivatalt, amely gyakorlatilag Görgeteg Vinya Bessonyi Nagykorpát Háromfalábot településnek a közös hivatalaként jön létre. Február 25-én hétfőn lesz az együttes testületi ülés, és valaki a megalakulást kimondjuk, és elfogadjuk a közös költségvetést, és február 27-én szerdán lesz az az önkormányzati ülés, amely a lábotközségi önkormányzat külön napi rendeket tárgyalva elfogadja többek között a 2013 évi költségvetést is. Tehát most ezeken a pályázatokon, a végleges költségvetésen és ennek az új hivatalnak a létrehozásán dolgozunk februárban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat és hogy mindezt megosztotta velünk. Én is köszönöm a meghívást. Ma esti második vendégünként köszöntöm itt a Teleházban Nagy Balázs jegyzőt. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket is. Meg annyi téma, de elsőként talán a legfontosabbról, hogy január 1-től feleltek ugye a járási hivatalok. Nagyatádon is található egy, azonban itt a településen dolgozik egy hölgy, ha jól tudom, aki segíti a munkátokat, illetve a munkájukat, ugye ő a települési ügysegéd. Mit kell tudni, mi az ő feladatköre? A járási kormányhivatalok kialakításánál, illetve működtetésénél, de inkább kialakításánál az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a lakossági igényeket, amelyek az államigazgatási ügyek egy bizonyos terén jelentkeznek, azokat helyi szinten tudják kiszolgálni, illetve kielégíteni. Ezt a szerepkört tölti be az egyes településeken a települési ügysegéd. Ez most került, ez a fogalom, mint települési ügysegéd 2013. január 1-től bevezetésre, és ahogy te is említetted, itt a lábot településen, illetve a közös önkormányzati hivatal illetékességéhez tartozó településeken, tehát Háromfán, Nagykorpádon, Görgetegen, illetve Rinyabesenyőben, valamint ugye a Gesztor településként Lábot településen is, Kovácsné Horváth Judit tölti be ezt a funkciót. Ahogy mondtam is, a legfontosabb szempont az volt, hogy a lakosság a lakóhelyéhez a legközelebbi szinten tudja ezeket az államigazgatási ügyeket megoldani. 4 olyan fontosabb államigazgatási ügycsoportban van, amiben a települési ügysegéd sokat segíteni tud a lakosság számára. Ez az időskorak járadéka, a közgyógyellátás, az ápolási díj, illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Ugye még a gyámügyeknek egy jelentős része került át az államigazgatási a járási kormányhivatalokhoz, de azokat egyelőre még a települési ügysegéd nem tudja koordinálni, hogyha ezen a téren jelentkeznek gondok, problémák, akkor azoknak egy részét továbbra is a körjegyzőségi hivatal illetékes ügyintézője fogja ellátni, el is látja, illetve a jövőben is ő fogja ellátni. Még ha a döntések esetleg nem is települési szinten történnek meg, hanem a nagyatádi járási kormányhivatalban. Még annyit szeretnék elmondani a lakosság tájékoztatása céljából, hogy a Juditnak az ügyfélfogadási ideje itt a Lábot településen a körjegyzőségi hivatalban történik, az ideje pedig hétfőn van egész nap, 8 órától 16 óráig, kedden pedig délelőtt, mert a hét többi napján a másik településeken látja el az ügyfélszolgálati teendőket, illetve nem csak az ügyfélszolgálati teendőket, hanem várja az ebben az államigazgatási ügyekben hozzáforduló ügyfeleket. Egy másik nagyon fontos téma, ami talán többeket érint itt Lábodon, ugye a földtulajdonosoknak bizonyos esetben bejelentési kötelezettségük van. Erről egy pár mondatot mit kell tudni?
Igen, a tulajdonosoknak, illetve a használóknak van, elsősorban, nem elsősorban, kizárólag azoknak, akik belterületen termőfölddel rendelkeznek. Ezt a legkönnyebben úgy tudják megnézni, hogy valaki belterületen termőfölddel rendelkezik-e, hogyha megnézi az ingatlan tulajdoni lapját, és hogyha azon szerepel aranykorona érték, akkor a földhivatal tájékoztatása szerint erre vonatkozik ez a bejelentési kötelezettség. Ez nagyon fontos, hogy ennek a határideje március 31-e, és ez a regisztráció vagy bejelentés, ez ingyenes. A nagyatádi járási kormányhivatal körzeti földhivatalában kell ennek a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni, de a körjegyzőségi hivatalban is vannak nyomtatványok ezzel kapcsolatban, és mi azt nagyon szívesen odaadjuk a kérelmezők részére. Lehet azt tudni, hogy lábadon hány személyt érint ez? Hát erről pontos információink nincsenek. És aki elfelejti a regisztrációt megtenni, illetve a bejelentési kötelezettséget? Elvileg pénzbüntetéssel lehet sújtani, aki a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, de a szankcionálás is a földhivatalnak a hatásköre, nem az önkormányzati. És egy másik fontos dolog, ami szintén szankciókat vonhat maga után, ha valaki nem adatja be a csipet a kutyájának, ugye nagyon sokan problémát jelent sokaknál. A településen mit kell tudni erről, hányan vannak, illetve lehet-e tudni ilyet, hogy kik azok, akik már megtették, és hányan vannak, akik még nem? Igen, hát sajnos semmiféle információval nem rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy hány ebbe került be ez a csip. Ugye a tulajdonosnak a kötelessége a törvény szerint december 31-ig, hogy a kutyákba az állatorvos segítségével ugye a csip az behelyezésre kerüljön. Az állatorvos úr tájékoztatása szerint, ahogy már szerintem a múltkori adásban is erről már ugye beszéltünk, de mivel én úgy gondolom, hogy a lakosság legalábbis az én információm szerint nem nagyon mozgolódik ebben a dologban, tehát érdemes még egyszer beszélni róla. Tehát december 31-ig volt kötelező ugye a csipet behelyeztetni a kutyában, de az állatorvos úr tájékoztatása szerint legkésőbb a kutyaoltás alkalmával erre ő mindenképpen sort szeretne keríteni, mert az ő elmondása szerint csak abban az esetben kapja meg a kutya a kötelező védőoltást, hogyha legalább akkor a csip is behelyezésre kerül. Az viszont ugye a tulajdonosok számára dupla költséggel jár. Tehát, és a kutyaoltásnak is, ugye, mint tudjuk, elég jelentős költsége van. A csip is legalább 3500 vagy 4000 forintba kerül magának a csipnek a behelyezése. Tehát aki el akarja kerülni, hogy esetleg a kutyaoltás alkalmával egy magasabb összeget kelljen neki fizetnie, az esetleg nyugodtan keresse az állatorvost, mert ő a időpont egyeztetést követően kijön, és akkor két részletbe kell ezt megfizetni. És március 1-től, ha jól tudom, akkor ugye a körjegyzőség egy kicsit kibővült több településsel. Mennyivel többlet feladatot jelent ez számodra? Igen, hát biztos, hogy többlet feladatot jelent, hiszen a lakosság szám is jóval nagyobb lesz. Az ellátandó feladatok sem csökkentek olyan mértékben a járási kormányhivatal felállításával, ahogy azt eredetileg vártuk, vagy ahogy az elképzelés volt. Biztos, hogy sokkal nagyobb koordinációt igényel, hiszen egy jóval nagyobb hivatali szervezetnek a felállításáról és a működtetéséről lesz szó, de hát igyekszünk megfelelni a lakossági követelményeknek, annak tükrében, hogy reméljük, hogy ez az igazgatási szinten a települések között meglévő együttműködés, ez hosszú távon is fenntartható lesz. Ezért fogunk dolgozni, de ugye ezt majd a márciust követően fogjuk látni, hogy ez konkrétan majd a mindennapi ügyek intézése során ez mit is jelent. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat, és hogy mindezt megosztottad velünk. Én is köszönöm. Folytassuk tovább adásunkat. Nagy volt a forgalom az elmúlt időszakban itt a művelődési házban. A falubeliek közül többen érdeklődtek az iránt, a támapos pályázat iránt, melynek keretében idegen nyelvi és informatikai képzések indulnak tavasszal. És hogy pontosan hányan is regisztrálták magukat a honlapon, most következő összefoglalónkból megtudhatják. Alapfokú angol és informatikai képzés már biztos, hogy indulni fog a községben 2013 tavaszán. Egy támapos pályázatnak köszönhetően hazánkban 100 000 fő vehet részt idegen nyelvi és számítógépes tanfolyamon. Egy felnőtt képzési programról van szó, amiben minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár jelentkezhet.
két kizáró ok van, hogy nappali tagozatos felsőoktatási hallgató nem lehet, aki államilag finanszírozott képzésre jár, valamint középiskolába járó egyén nem lehet tagja. Azon kívül bárki, aki 18. életévét betöltötte, jelentkezhet ebbe a programba, aminek az első lépése az a regisztráció. A községben is, csak úgy, mint országos szinten sokan érdeklődtek a képzések iránt, tudtuk meg Róka Ottónétól. A regisztrációs időszakban most már nagyon bent vagyunk, hála Isten országosan is, és nálunk helyileg is nagyon sokan regisztráltak. Hát a helyileg nagyon sok az, körülbelül 40 fő, aki azért úgy gondolom, hogy lábot tekintetében nem kis szám. Elsősorban az angol kezdőképzésre, illetve az informatika kezdőképzésre vannak jelentkezők. Már most elmondhatom, hogy a kezdőcsoportok összeálltak. Tehát már van annyi fő, hogy egy-egy csoport el tud ezekből a képzésekből indulni. Aztán vannak németre jelentkezők, valamint haladó angolra és haladó informatikára, de még mindenkit úgy gondolom, hogy érdemes mindenkinek a regisztrációt megtennie, mert ez az alapja annak, hogy egyáltalán ebbe a projektbe bekerüljön, és a képzést kiválaszthassa majd magának, ami föl fog kerülni az internetre most már reményeink szerint 2 héten belül. A képzésben csak azok vehetnek részt, akik előzetesen regisztrálták magukat a www.tudásodajövőt.hu honlapon. Aki nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy azért akar jönni, hogy eleve nem rendelkezik ismeretekkel, őneki nagyon szívesen segítünk, bejön hozzá az adatait, és akár meg is csináljuk a regisztrációját. A regisztrálók száma már meghaladta a 140 ezret. Ez azonban nem jelenti azt, hogy véget ért a regisztrációs időszak. Még bárki jelentkezhet, aki szeretne részt venni valamelyik képzésen. Folyamatos a regisztráció, tehát nem állt meg se 100 000-nél, se máshol, ugyanis ez a regisztráció még csak egy előzetes valami, amit meg kell tenni, tehát ez még kötelezettséget senkire nem ró. Ez csak azt jelenti, hogy aki ezt megteszi, ő részt vehet a programban. A tanulmányi szerződés megkötését követően viszont már kötelezettségei vannak a hallgatóknak, amit majd ez részletesen fog tárgyalni. Tehát onnétól kezdve, hogy aláírják a szerződést, és valaki egy konkrét képzésbe jelentkezik, akkor már kötelezettségek jelennek meg a látogatásra vonatkozóan, tehát aki jelentkezett és elkezdte, ő neki azt végig kell vinni. A képzéseken való részvételnek van egy minimális díja is, mely lábot tekintetében egy csekély százaléka a teljes összegnek. Lábot község tekintetében ez 2%-ot jelent, tehát hogyha valaki egy 90 órás tanfolyamra jelentkezik, vagy 100 órásra, akkor az egy olyan durván 2000 forintos összköltség. Tehát nincs külön vizsgadíj, ebben a 2000 forintban minden bent van. Ez terheli csak a hallgatókat. A képzés fennmaradó díját a pályázati összegből finanszírozzák. Az elmúlt napokban már az is kiderült, kik lesznek azok, akik oktatják majd a hallgatókat idegen nyelven. Képzőket tekintve egy kapusvári felsőoktatási intézménnyel vettük fel a kapcsolatot, vagyis tulajdonképpen ő vette fel velünk a kapcsolatot. Annyi fejlemény volt az elmúlt hetekben az ő tekintetükben, hogy a múlt héten aláírták akikkel aláírták a szerződésüket, tehát bekerültek hivatalosan a képzők sorai közé. Tehát azért mondtam, hogy körülbelül 2 héten belül várható, hogy konkrétan megjelennek a lábodi tanfolyamoknak a kiírásai is. A képzések a tervek szerint tavasszal indulnak majd a településen. Több sikert könyvelhetett el az elmúlt fél évben az általános iskola. Dominko János igazgató büszkén osztotta meg stábunkkal a számos fejlődést, aki mindezek mellett az intézmény államosításáról is szót ejtett. Megtörtént a fél év értékelés az iskolákban. A 2013-as esztendő beköszöntével számot vetettek a pedagógusok az elmúlt év eseményeiről, változásairól. Dominko János elismerően beszélt az elmúlt fél évben elért tanulmányi eredményekről. Én még minden évben elmondom, de azt hiszem, hogy idén is elmondhatom, és büszkén ki is húzhatom magam, ugyanis úgy gondolom, hogy megint egy sikeres fél évet tudhatunk magunk mögött, főként annak köszönhetően, hogy az előző tanév végén az akkori fenntartónk, a Lábot település önkormányzata engedélyezte, hogy a 7. osztályt megbontsuk, így egy 7. A és egy 7. B osztállyal, illetve 2 osztály esetében csoportbontással tanultak a gyerkőceink, illetve tanítottak a nevelőink, és ennek az eredménye mind a tanulmányi, mind a szorgalmi érdeményeknél látszik, ugyanis az intézmény tanulmányi átlagunk 2 tizeddel nőtt az elmúlt év ugyanezen időszakához képest, így 3,6 tized lett. A tanulmányi átlag javulása mellett a mulasztások és a bukások száma is csökkent, valamint a magatartási átlag is 3,9 tizedre emelkedett.
Az intézmény 175 nebulója közül az elmúlt fél évben többen részesültek dicséretben, mint a korábbi időszakokban. A tanév első felében is szép számmal akadtak jeles és kitűnő tanulói az iskolának. Ez mind az egységes pedagógiai elvárásoknak volt köszönhető, illetve hát annak, amiről beszéltem, hogy az osztálybontással jelentősen többet tudtunk arányaiban is foglalkozni azokkal a tanulókkal, akik esetleg a többiekhez képest lemaradtak. Büszkén mondhatom el azt is, hogy azok a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményében, tanulmányi eredményében is kéttizedes javulás látható, akik eddig esetleg kicsit el voltak maradva a többiekhez képest. Az alsó tagozatosok többségét is érdemjegyekkel osztályozták a pedagógusok, akik első és második osztályban szövegesen is értékelték a diákokat. Áttértünk mi is az érdemjeggyel való osztályozásra, leginkább amiatt, mert valahogy a szülőkben ez mindig benn van, hogy egy kicsit jobban értelmezhető maga az érdemjegy, illetve a szöveges értékelés közben mindig az volt a második kérdés, hogy jó, de ez mégis hányast jelent a tanuló esetében, és úgy gondoltuk, hogy így is el lehet mondani, emellett szóban még természetesen az osztályfőnök, illetve a szaktanárok ki fogják egészíteni, hogyha a szülő kéri, hogy mi a teljes tanulmányi képe az adott gyerkőznek. A tanulás mellett azért a szórakozásra is jutott idő. Az elmúlt fél évben a pedagógusok több olyan programot is biztosítottak a gyerekeknek, melyekkel játékos formában tanulhattak a diákok. Az előző évben is, idén is, és nagyon remélem, hogy a jövőre nézve is olyan pályázati programokat tudunk itt az intézményben megvalósítani, ami a tanulmányi előmenetelt is úgymond segíti. Ilyen volt ugye a Keopos pályázatunk, az ökológikus gondolkodásra való nevelés kapcsán, amely nagyon sok tantárgyi koordinációban jeleskedett. A tanulók szerették ezeket, ugye értékes jutalmakat osztottunk ki, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy egy sikeres fél évet tudhatunk magunkat. Ami még ennek az évnek a hozadéka, hogy az ország összes általános iskolájához hasonlóan a lábadi intézmény is állami kézbe került. Én bízom abban, hogy a tanulók semmit nem tapasztalnak, maximum az igazgató bácsi arcáról tudják leolvasni, hogy elég sok feladata van, valójában folyamatos ez a dolog. Mind napról napra érkeznek a különböző táblázatok, kiegészítések, értelmezések, amiket először egy vezetőségi körökben, majd utána pedig a pedagógusokkal megismertetünk, de ez nem fog eljutni, ezt én úgy mondom, hogy garantálom is, sem a tanulók irányában, sem a szülők irányában, tehát ők ebből az egészből nem érezhetnek semmit. Az általános iskola következő eseményét minden bizonnyal várják már a tanulók. A február 8-án rendezendő mulatságon minden gyermek kedvenc figurája bőrébe bújhat, hiszen ekkor lesz farsangi rendezvényük. Nem csak a 20 éveseké a világ. Aracki László közismert dala az idő múlásával egyre inkább igaz, hiszen nem csak azok élhetik az életet a maga teljességében, akik 20-as, 30-as éveikbe járnak, hanem azok is, akik már túl vannak egy bizonyos koron. A Hölgykoszorú Klub tagjai is mindent megtesznek azért, hogy minél tovább tudják élvezni a hétköznapokat, és úgy végezni a mindennapi feladatokat, ahogy szeretnék. Éppen ezért egy héten egyszer tornázni járnak a szépkorúak a művelődési házba. Az asszonyok az ismert fitness guruval mozgatják át testrészeiket, aki kifejezetten az idősebb korosztály számára készített egy olyan gazettát, melyen könnyű gyakorlatok vannak, ám mégis minden izomcsoportot megmozgatnak egy óra alatt. A hölgyekhez bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, szívesen töltene el egy kellemes délutánt a mozgásjegyében. Nyugdíjas búcsúztatót tartottak az óvodában. Fülöp Istvánnétól több évtizedes munkaviszony után köszöntek el a gondozók és a gyerekek. A versek és a megható gondolatok mellett a könnyek sem hiányozhattak a rendezvényről. A búcsú mindig nehéz, mely nem csak annak a lelkét érinti meg, aki búcsúzik, azoknak is fájó pillanat, akik őtőle köszönnek el. Fülöp Istvánné 40, munkával eltöltött év után vonult nyugdíjba. Kati néni az elmúlt 25 esztendőben az ovi falai közt számos éhes pocakot töltött meg finomabbnál finomabb ételekkel, melyeket a konyhában minden nap szeretettel és odaadással készített a gyerekeknek. A kicsik is jól tudják ezt, és ezen a búcsúztatón egy kicsit ők is visszaadtak abból a szeretetből, melyet az évek alatt kaptak konyhás néniüktől. Mi már tőle sokat kaptunk, de te tőlünk keveset, az arcodból, a hangodból sugárzik a szeretet.
A búcsúztató után Kati néni megkezdte nyugdíjas éveit, aki ha a gyerekektől és a kollégáitól el is köszönt, a konyhai eszközöktől valószínűleg nem búcsúzott el végleg, csak ezentúl szerettei élvezhetik Fülöp Istvánné főztjét. Búcsút venni nem csak egy kollégánktól lehet. Az általános iskolásokat téltől köszöntek el, hiszen farsangi mulatságoknak nem csak az volt a célja, hogy bemutassák szebbnél szebb jelmezeiket, hanem hogy eltemessék a telet is, hiszen már mindenki nagyon várja a tavaszt. Móka és kacagás. Erről szólt a Kótai Lajos általános iskola diákjainak farsangi mulatsága. Idén is a diákok a művelődési házban gyűltek össze, hogy közösen búcsúztassák a telet. Elsőként a legkisebbek mutatták be jelmezeiket. Az elsősök kedvenc mesefigurájuknak öltöztek be a Maszkabában. Meg annyi hercegnő Nyuszi Katica Bogár tűnt fel a színpadon a legfiatalabb tanulóknak köszönhetően, azonban olyan hősök is megelevenedtek a rendezvényen, melyekre a mai napig felnéznek a gyerekek. Superman, Zorro és a többi jótevő mellett egyéb ötletes és látványos jelmezes diáknak tapsolhatott a közönség. Az alsó tagozatosok közül olyan osztály is volt, amelyik egy rövid produkcióval is megörvendeztette a jelenlévőket. Az idősebbek matróz szerelésükben pompáztak a színpadon, akik egy táncos koreográfiát is tanultak farsangi ünnepségükre. Az alsósok hatalmas tapsot kaptak a nézőtéren helyet foglaló szülőktől, nagyszülőktől. Ugyan a felvonuló gyerekeket egy öttagú zsűri értékelte, ezen az alkalmon mindenki egyformán győztes volt, hiszen fáradtságot, időt és pénzt nem kímélve, ötletes, vidám és látványos jelmezekbe bújhattak a kicsik 2013-ban. Miután az alsóbb évfolyamosok bemutatkoztak a nagy érdeműnek, átadták a színpadot az idősebbeknek. A felsősök közül minden osztály, amellett, hogy jelmezt öltött, rövid műsorral is készült. A boszorkányoktól azt is megtudhatták a diákok és a felnőttek, hogyan készül a kóla. Abrakadabra, egy varázsigen, néhány kézmozdulat, egy csipetnyi leleményesség, és már is készen van egy vidám produkció, melyen sikerült is elérniük céljukat a jelmezeseknek. Az iskolások egy olyan koreográfiával ajándékozták meg diáktársaikat és a felnőtteket, melyet egy olyan népszerű számra adtak elő, mely hosszú hónapokon keresztül vezette a slágerlistákat. A farsangi mulatságra, hogy rend és fegyelem legyen, katonákat is hívtak a szervezők. A kissé botlábú, feledékeny, ám annál szellemesebb bakák mosolyt csaltak a teremben lévők arcára. A végzősök az egyiptomiak életét elevenítették fel, akik rabszolgákként építették a piramisokat. A tanulóknak, ha nem is kellett építkezniük, de tanáruknak tetsző viselkedést kellett tanúsítaniuk a rendezvényen. A felsőbb évfolyamosok is nagy tapsot kaptak a nézőktől, majd a zsűri következett, hogy a sok ötletes jelmez és produkció közül a tagok kiválasszák a legjobbakat. A díjazást követően a jó hangulat és a tánc kapta a főszerepet, valamint, hogy éhes gyomrukat is csillapítani tudják a jelenlévők, gusztusos sütemények és szendvicsek várták a falubeliéket az általános iskolások farsangján. Egy könyv olvasása mindig kellemes perceket szerezhet az asztlapozónak. A Lávodi Teleházban a kalandozóknak és az önmagukat megismerni vágyóknak is akad olvasnivaló. Molnár János ajánl újabb köteteket a falubelieknek. A 2013-as esztendőre is meg annyi olvasnivalót kínál a falubelieknek Molnár János. Legutóbb is 3 könyvet ajánlott az olvasóknak a Teleház kínálatából a könyvtáros. Ez alkalommal is szeretné mindegyik korosztály igényeit kielégíteni, a gyerekektől kezdve a felnőttekig. Az első kötettel a legkisebbeknek szeretne örömet szerezni a könyvtáros. Nemes Nagy Ágnes Szökőkút című könyve elsősorban gyerekeknek szól. Egyszerű szövegezése folyamán nagyon jó könyv lehet olyan gyerekeknek, akik most tanultak, vagy most tanulnak olvasni, és a szülőjükkel együtt otthon gyakorlásként is használhatják, illetve bemutatja Budapest, illetve a Budai utca környezetét, állatokat, természetet, illetve Bors néni és társai történetét meséli el. A következő olvasmányt olyanoknak ajánlja Molnár János, akik szeretnek elmerülni a fantázia világában, az óriások és sárkányok birodalmában. Tolkien ezúttal nem a Gyűrűk ura és Középfölde világába kalózolja az olvasót,
Sonkádi Egyed gazda című könyvében is egy fantázia történettel találkozhatnak az olvasók, ahol óriások, illetve sárkányok bóklásznak egy olyan világban, ahol már a lovagiasság egy kicsikét háttérbe szorult, és így módon a gazdának kell megvédenie a saját területét, illetve visszahozni az ország, illetve a népének a becsületét. Az idősebb vagy felnőtt korosztály részére egy önismereti könyvet ajánl a könyvtáros, melyben az író többféle technikával segíti az olvasót, hogy jobban megismerhesse önmagát. Popper Péter Belső utak könyvének a témája elsősorban az önismeret, hogy a mai rohanó, illetve a külsőségek felé forduló világban egy kicsit magunk felé is próbáljunk figyelni. Különféle technikákat ajánl arra, hogy önmagunkat felfedezhessük, önmagunk belsőjét, koncentrációs technikákat, figyelemfejlesztő gyakorlatokat, illetve meditációt is. A Teleháza megszokott időben várja a látogatókat ugyanazokkal a szolgáltatásokkal, mint tavaly. A beiratkozási díj is változatlan maradt, vagyis ebben az évben is 100 forintért kölcsönözhetnek könyvet a lábadiak. Olimpiának a teremlabdarúgó városkörnyéki döntőjén vagyunk. A harmadik korcsoportosok 2000-ben és 2001-ben született gyerekek vesznek részt. 5 csapat nevezett erre a versenyre, 2 Atádi iskolán kívül Kutas, Lábod és Segesdi csapat jött a mai megmérettetésre. Eddig vegyesek az eredmények, de az látszik, hogy a 2 Atádi iskola mellett talán Kutas, bár most éppen olyan eredmény van a Kutas-Lábod mérkőzésen, ami nem ezt indokolja, de én úgy gondolom, hogy ez a 3 csapat lesz dobogós. A sport a gyerekek számára különösen fontos, hiszen a rendszeres testmozgás nélkülözhetetlen egészséges fejlődésükhöz, emellett a csapatjátékok fejlesztik a jellemüket és koordinációs képességeiket is. Sok gyerek szívesen űzi a labdarúgást, akár versenyszerűen is, hiszen a legtöbb fiatalnak olyan világklasszis futbolisták a példaképeik, mint Messi vagy akár Dzsuzsák Balázs. Ezen az eseményen nem csak az számított, hogy ki vagy melyik csapata jobb. A nap legfontosabb célja az volt, hogy a versenyzés mellett a gyerekek jól is érezzék magukat, jókedven és magabiztosságban pedig nem volt hiány. Eddig még 2 mérkőzésünk volt, az egyiket játszottuk a Segesden, ami a legelső meccsünk volt, azt megnyertük 6-0-ra, a másodikat az Árpád iskola ellen játszottunk, ott viszont sajna kikaptunk 2-1-re, de szerintem, hát ha még szerencsénk van, akkor a Kutas megveri az Árpád, és akkor még lehetünk elsők is. Mi lehetett az ok, mondjuk például, hogy az Árpád iskolásoktól kikaptatok? Nem tudom, szerintem csak vagy a védekezésünkkel volt baj, vagy pedig a játékunkkal. A lábodi iskolások is bizakodva vágtak neki a megmérettetésnek, még akkor is, ha kevesebb lehetőségük van edzeni, mint a többi intézmény tanulóinak. Legelőször játszottunk az Árpáddal, azok jók voltak, mert hát ugye többet edzenek, mi egy héten egyszer edzünk, meg néha a testi órán is, akkor azután játszottunk Kutassal. Kutas az nem volt jobb, mint mi, csak nekünk nem volt annyi összpassz, összjáték. És most fogunk játszani még Segesden, hát arról még nem tudok, hogy játszanak, de hát az utóbbiakban mindig kikaptak, úgyhogy lehet, hogy nyerni fogunk. A nap végére megmutatkozott, hogy melyik csapat volt a legjobb. Az 5 együttes közül a sereghajtó Segesd gárdája lett, a 4. helyen Lábod végzett. A képzeletbeli dobogó helyezettjeire beváltak a korábbi jóslatok, hiszen a 3. Kutas együttese lett. 2. helyen a Bártos iskola végzett, míg a nap legjobbjának az Árpád iskolások bizonyultak. A Csurgón megrendezésre kerülő megyei döntőn a nagyatádi fiatalok képviselhetik a kistérséget február 8-án. Kedves nézőink, e-havi magazin műsorunk végéhez értünk. Január 2-ától jöttek létre a járási hivatalok. Magyarország 175 városában, köztük Nagyatádon is. Adásunk végén dr. Trefeli Katalinnal, a Nagyatádi Járási Hivatal vezetőjével készült beszélgetésünket láthatják. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!
Köszöntöm azokat a nézőinket, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Ma esti társadalom vendégeként engedjék meg, hogy bemutassam önöknek dr. Trefeli Katalint, a Somogy megyei kormányhivatal Nagyatádi járási hivatalának hivatalvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Meg annyi téma, de egy kicsit talán, hogy jobban megismerjék önt a nagyatádiak, illetve a falubeliek, egy néhány mondattal legyen szíves, mutatkozzon be nekünk. Valóban nem új nekem ez a város, és nem ismeretlenek az itt élő emberek. Járási hivatalvezetői kinevezésemet megelőzően 13 évig dolgoztam a földügyi igazgatásban. Ebből 11 évet, 1999-től 2010-ig a Nagyatádi Körzeti Földhivatalnak voltam a vezetője, illetve az utolsó kettő évben pedig a Somogy megyei 6 körzeti földhivatalt vezettem, irányítottam a Somogy megyei kormányhivatal földhivatali szakikszervének vezetőjeként. 28 év szakmai gyakorlat után vállaltam el a járási hivatal vezetői kinevezést. Kihívásnak tekintem ezt a feladatot, ugyanis a 2013. január 1-jével létrejövő járási hivatalok lesznek azok a pontok, ahol az emberek leggyakrabban találkoznak az állammal, ezért nagy a felelősségem nekem személy szerint is, és a kollégáimnak is, ugyanis rajtunk múlik, hogy az emberek valóban úgy érezzék, hogy minőségi változás történt a közigazgatásban. A járási hivatalban szerzett tapasztalat adja majd azt a képet, amelyet az emberek saját államukról alkotnak. Még annyit mondanék magamról, hogy Csokonyavisontán élek a családommal, és 2 felnőtt gyermekem van. Onnét jár be minden nap ide dolgozni? Igen. Sikerült már megbarátkozni az új munkakörével? Igen, tulajdonképpen úgymond hazajöttem. Ebben az épületben dolgoztam 11 éven keresztül, ahova most visszatértem járási hivatalvezetőként. És akkor néhány mondatban a járási hivatalról, mi a feladatköre, milyen funkciókat tölt be, illetve mekkora az ügyfélkör, mert azért, ha jól tudom, 18 település tartozik hozzá. Ez így van. Tehát január 2-ától vidéken 175 járási hivatal, a fővárosban pedig 23 kerületi hivatal kezdte meg a működését. A járások kialakításáról 2011. szeptemberében döntött a kormány, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló és a jó állam kialakításának egyik fontos állomásaként. A cél az volt, hogy olyan modern kori járások jöjjenek létre, amelyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez. A járások létrehozásának alapvető elve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést, úgyhogy az addig létező ügyintézési helyszínek is maradjanak meg. A januártól működő járási rendszerrel az államreform, a közigazgatási reform úgymond a harmadik szakaszába lépett. Ez a reform 2010-ben kezdődött a központi államigazgatás megreformálásával, majd folytatódott a megyei kormányhivatalok létrehozásával, és a járási hivatalok felállításával, illetve majd évvégén a kormányablakok elindításával fog kiteljesedni. Amikor az állampolgárok arra fognak gondolni, hogy milyen is a magyar állam, akkor a jövőben egyre inkább a járási hivatal fog a szemük előtt megjelenni. Ezért azt kértem munkatársaimtól, és folyamatosan ez a zsinór mérték a hivatalban, hogy a hivatalos ügymenet megkívánta minimumon túli tisztelettel kell fordulni a járási hivatali dolgozóknak, a hozzájuk forduló állampolgárokhoz. Ezáltal jöhet létre egy olyan közigazgatás, ahol az ügyfél, az ember, az állampolgár van a központban. A feladat megosztás szempontjából ez egy nagyon átlátható struktúra, melyben világosan elkülönülnek az önkormányzati és az államigazgatási feladatok. A 2013. január 1-től létrejövő járási hivatalokban
az államigazgatási feladatok kerültek, a helyi ügyek pedig az önkormányzatoknál maradtak. Mindez úgy történt, hogy az önkormányzatok autonómiáját maximálisan tiszteletben tartotta az állam. A nagyatádi járási hivatal az a Somogy megyei kormányhivatalnak a szervezeti egysége, amely törzshivatalból és szakikszervekből áll. A járási hivatal épülete az a földhivatal épülete, amit Nagyatádon az emberek úgy emlegetnek, hogy a volt járási hivatal épület, tehát úgymond visszatért eredeti helyére a járás. Ebben az épületben kapott helyet a törzshivatal, valamint 4 szakigazgatási szerv. Külön épületben van az okmányiroda és a munkaügyi központ. Az okmányiroda az év végével fog kormányablakká alakulni. A munkaügyi központot pedig azért is hagytuk meg eredeti helyén, mert ez a szakikszerv egy modern, nemrégiben felújított épületben van, és kár lett volna őket onnan elmozdítani, és az ügyfelek is megszokták a munkaügyi kirendeltségnek a helyét a városon belül. A törzshivatal az 25 főből áll, 2 osztály alkotja, az egyik a hatósági osztály, a másik pedig az okmányiroda. A hatósági osztályon hatósági ügyintézők, települési ügysegédek, illetve ügykezelők dolgoznak. Az okmányirodai létszám az pedig megmaradt, egyelőre 5 fő, ugyanúgy, ahogy eddig volt. Majd a kormányablakká alakulással fogjuk a tervek szerint 9 főre felfejleszteni a létszámot. Mint említettem, a járási hivatal szervezeti egységet a törzshivatalon kívül a szakikszervek alkotják. A nagyatádi járásban 5 szakikszervünk van, egyedül építésügyi hatóságunk nincs. Az a Somogy megyei járások közül csak 3 járási hivatalba kapott helyet. Viszont a nagyatádi járási hivatal részét képezi a járási gyámhivatal, a járási földhivatal, a járási népegészségügyi intézet, a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal, valamint a járási munkaügyi kirendeltség. Így a nagyatádi járás 76 fő kormánytisztviselővel állt fel. Valamint van úgynevezett funkcionális létszámunk is, ez 4 fő, ők a pénzügyi, humánpolitikai, illetve informatikai feladatokat látják el a járáson belül. Hogy milyen feladatokat látunk el, mint említettem, a járási hivatalok a fővárosi, illetve megyei kormányhivataloknak a szervezeti egységei, amelyek a megyei szintnél alacsonyabb államigazgatási feladatokat látják el. Az államigazgatási feladatok azok a járások létrejöttével átkerültek a járási hivatalhoz, a helyi ügyek azonban megmaradtak az önkormányzatoknál. Úgy, hogy az önkormányzatok autonómiájának tiszteletben tartásával kerültek át azok az önkormányzati dolgozók a járási hivatalokhoz, akik eleve ezeket a feladatokat látták el az önkormányzatoknál. Az állam ezeknek a dolgozóknak az ellátmányát, illetve a bérjét a járási hivatalba kerülést követően is biztosította. Tehát a járás az egy területi szín, az a települési szint és a megyei szint között helyezkedik el, úgymond területi és szervezeti egység, államigazgatási területi egység, melynek feladata a megyei szintnél alacsonyabb államigazgatási feladatoknak az ellátása, és a járások létrehozásával a cél az volt, hogy az állam visszavegye azokat a feladatokat, amelyeket eleve az államnak kell ellátnia, tehát az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szervezeti szinten kerültek a járások létrehozásával szétválasztásra. A rendező elv az volt, hogy a jegyzőnél maradjanak mindazok a feladatok, amelyek helyismerethez, illetve mérlegelési jogkörhöz kötöttek, ilyenek például a helyi adó, az anyakönyv, és a járási hivatalhoz kerüljenek azok a feladatok, amelyek egyértelműen állami feladatok. Ez országosan éves szinten körülbelül 5 millió ügyintézését jelenti a járási hivatalok számára.
Az átkerülő feladatok döntő többségét, a nagyságrendeket is figyelembe véve elsősorban az okmányirodai feladatok, a gyámhivatali feladatok, egyes szociális ellátásokkal összefüggő feladatok, illetve a szabálysértési ügyek alkotják. Hogy mekkora az ügyfélkörünk? A járás, mint alsófokú közigazgatási hatóság a negyed századdal ezelőtt történt megszüntetéséig alapvető szereppel bírt a magyar társadalmi életben. A járás a települési szintnél nagyobb, és a klasszikus értelembe vett regionális szintnél pedig kisebb szervezeti egység, tulajdonképpen a településeknek a halmaza. Több településre kiterjedő állami gazgatási egység legalsó szintje. A Nagyatádi járási hivatal 18 településre kiterjedő illetékességgel látja el a feladatát. A járáshoz tartozó településeink a következők: Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgetek, Háromfa, Kasszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpát, Ödvöskonyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogy, Szob, Szabás és Tarany. A Somogy megyében található 8 járás közül a Nagyatádi az 5. legnagyobb. A lakosság száma járási szinten 27.265 fő, vagyis azt mondhatjuk, hogy közel 28.000 állampolgár ügyeit intézzük. Most már egy hónap telt el, hogy elindult a hivatal. Ugye a kollégák is most már biztos megismerkedtek egymással, akik úgymond nem ismerték egymást. Ön hogyan értékelni az elmúlt egy hónapot? Én azt gondolom, hogy a kezdeti nehézségeken túl vagyunk, tehát egy teljesen új hivatalt létrehozni, az nem egy egyszerű feladat. Ráadásul a munkatársaim is több településről jöttek, voltak ugyan, akik ismerték egymást, de elmondható, hogy leginkább ismeretlen emberek kerültek össze, de ennek ellenére azt látom, hogy pillanatok alatt mindenki megtalálta a szervezetben a helyét, csinálja lelkiismeretesen a dolgát, és talán ezek a nehézségek arra is jók, hogy egy kis közösség kovácsolódjon, aminek most már látom is a jeleit. És gondolom, ügyfelek is jártak már a hivatalban, ők mit tapasztaltak, vagy milyen visszajelzés érkezett tőlük? Jelen pillanatban az ügyintézés, ügyfélfogadási idő az abszolút a munkaidőhöz kapcsolódik, tehát teljes munkaidőben fogadjuk az ügyfeleket. A járási hivatal elindulása óta nem volt arra példa, hogy esetleg ügyfelet azért küldtünk volna el, mert nincs ügyfélfogadás. Maximálisan megértjük azt, hogy az ügyfelek is még most tanulják, hogy melyek azok a problémák, kérdések, ügyek, amelyekkel minket kell keresni. Hogy ebben jól el tudjanak igazodni, jelenleg folyamatban van egy eléggé terjedelmes tájékoztató anyagnak a készítése, amely a járási hivatal vonatkozásában minden közérdekű információt tartalmazni fog, tehát az ügyfélfogadási időtől kezdve a munkatársaim nevét, elérhetőségét, a törzshivatal, az okmányiroda, a települési ügységédek feladatait és az egyes szakik szerveknek a feladatait. Még egy ideig az ügyfeleket teljes munkaidőbe fogjuk fogadni. Pár hét átmenet után szeretnénk áttérni arra, hogy hétfőn és szerdán egész napos ügyfélfogadást tartunk, kedden és csütörtökön viszont délelőtt fogadjuk az ügyfeleket, és pénteken is a teljes munkaidőbe ügyfélfogadást fogunk tartani. De ennek ellenére, hogy próbáljuk azért egy picit az ügyfélfogadási időket belőni, én ígérem, hogy soha nem fog az előfordulni, hogy ügyfélfogadási időn kívül minket kereső ügyfeleket dolguk végezetlenül elküldenénk. Ez a legfontosabb, hogy az ügyfeleket maximálisan kiszolgáljuk, ugyanis a megújuló magyar közigazgatásnak az egyedüli értékmérője az az elégedett ügyfél. Jó úton haladnak-e felé, én ebben biztos vagyok. Amint korábban említette, ugye a kisebb településeken települési ügysegédek segítik az önök munkáját. Mi az ő feladatuk, és hányan is vannak ők pontosan?
A települési ügysegéd az egy teljesen új jogintézmény a magyar közigazgatásban. Ez a járások 2013. január 1-i felállításával került be a magyar jogrendszerbe ez a jogintézmény. A települési ügysegédeknek a feladata az tulajdonképpen az, hogy a székhely településeken és a hozzájuk tartozó közös, tehát a közös önkormányzathoz tartozó többi településen fogadja az ügyfeleket, ugyanis a kormányzatnak az elképzelése a járások felállításával kapcsolatban az volt, hogy azok az ügyintézési helyszínek továbbra is megmaradjanak, ahol eddig is folyt hatósági ügyintézés. Tehát a településekről sem vonultunk ki teljesen. A nagyatádi járásban 4 települési ügysegédünk van, akik tulajdonképpen a törzshivatalhoz tartoznak, a hatósági osztály kormánytisztviselői. A 4 települési ügysegédet a 4 székhely településen helyeztük el, tehát Lábodon, Somogyszobon, Kutasson és Segesden. Amellett, hogy a székhely településeken fogadják az ügyfeleket, heti rendszerességgel közzétett ügyfélfogadási időbe minden héten eljutnak minden közös önkormányzathoz tartozó, vagy a székhelyhez tartozó minden önkormányzathoz, és a legkisebb településen is lehetősége van az embereknek ahhoz, arra, hogy a települési ügysegédek által államigazgatási hatósági ügyeket indítsanak, illetve intézzenek. A települési ügysegédeknek az a feladata, hogy az állampolgároktól érkező kérelmeket begyűjtsék, ezeket továbbítsák a törzshivatal felé, ahol a tényleges ügyintézés történik, valamint ott helyben tájékoztassák az embereket arról, hogy az ügyeiket hol, milyen formában tudják intézni, valamint segítséget nyújtanak nekik különböző forma, kérelmek, nyomtatványok kitöltéséhez. A települési ügysegédnek egy nagyon tájékozott munkatársnak kell lenni, mindenféle hatósági ügymenetet tulajdonképpen ismernie kell, és ezért a kormányzatnak elképzelése az, hogy országos szinten módszertani anyagokkal, illetve képzésekkel fogják segíteni az ő munkájukat. Ahogy említette, azt a kiadványt, ami meg fog jelenni az önök munkájáról, a kisebb településekre is jut majd ebből? Természetesen a kisebb településekre is. Mindenféleképpen el fogjuk juttatni az önkormányzatokhoz, a jegyzőkhöz, az intézményekhez ezt a kiadványt, illetve tömörebb formában, mert ez egy 60-70 oldalas anyag lesz, ami az egész járásunk leírását tartalmazza. Tömörebb formában, közérthetőbben megszerkezve, pedig mindenféleképpen fogunk a települési ügysegédeinknek is ebből adni, hogy a hozzájuk forduló állampolgároknak ezt továbbadva ellássuk őket azokkal az információkkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a járási hivatalhoz tudjanak fordulni. És annyiszor említette már, hogy ősszel indul a kormányablak, és ugye az egyablakos kormányablak. Ennek a fő funkciójáról, a fő feladatáról egy pár mondatot, hogy mit kell tudni. Közigazgatási reform az igazából a járási hivatalok, illetve a kormányablakok felállításával fog kiteljesedni, tehát ez a végső cél. A kormányablakok alapvető koncepcionális elképzelése a kormányzatnak a kormányablakok létrehozásával az volt, hogy megvalósuljon az egyablakos ügyintézés. Tehát az állampolgárok az ügyeiket egyetlen egy helyszínen tudják intézni. És ennek megfelelően az év végén országosan 300 kormányablak felállítását tervezik. Nagyatádon a kormányablak az a járási hivatallal szembe az úgynevezett, aztán jobban ismerik a nagyatádiak, a valamikori szőnyegbolt helyén lesz, ez egy 140 négyzetméteres helyiség, és információim szerint Somogy megyében ez az a helyszín, ahol talán mintaértékű kormányablakot lehet kialakítani az elhelyezés, illetve az egy térnek köszönhetően. Tehát az év végére fognak felállni a kormányablakok, ahol tulajdonképpen a munkatársaim
az összes hatósági jellegű ügyben tudnak intézkedni, illetve tudják fogadni az állampolgárokat. A kormányablakok az elképzelések szerint reggel 8-tól este 8-ig fogják végezni a munkájukat. A kormány most indított egy úgynevezett ügyfélszolgálati képzést, ahol a kormányablakba dolgozó munkatársak elsajátíthatják mindazokat az ismereteket, amelyek a komplex integrált ügyfélfogadáshoz szükségesek, ugyanis ezeknek a munkatársaknak is az összes ügymenetben alapos ismeretekkel kell rendelkezniük. Mikor a várható pontosan a nyitás össze? Év végére fognak ezek a kormányablakok felállni és elindulni. És a legutóbb a társulási ülésen biztos a nagyatádiak is tudják, bemutatkozott ott a polgármesterek előtt. Milyen a kapcsolat az önkormányzatokkal, illetve megismerkedette már velük? Vagy elsőként talán a nagyatádiról, hiszen azzal van úgymond napi kapcsolatban. Ő vele milyen az együttműködés? Az együttműködés az nagyon baráti és segítőkész. Azt tapasztaltam, hogy az önkormányzatok várakozással ugyanakkor segítőkészen segítik a munkánkat. Ez már a járás megszervezése kapcsán is így volt, ugyanis minden polgármesterrel meg kellett kötni azt a megállapodást, amely a munkatársak átadására és a munkatársak munkavégzési eszközeinek átadására irányult. Ugyanezt a megállapodást a székhely település vonatkozásában, a járás elhelyezésére szolgáló épület vonatkozásában kellett megkötni. Tehát abszolút azt tapasztalom, hogy a polgármesterek, illetve az önkormányzatok jegyzők segítik a munkánkat. A jegyzőkkel is többféle szinte napi szintű kapcsolatunk van, ugyanis a folyamatban lévő ügyeket ők adják át a járási hivatalnak, illetve a különböző adatbázisok átadása során is sokat egyeztetünk, tehát nagyon, nagyon baráti, együttműködő, segítőkész a kapcsolatunk. Azt jeleztem a társulási ülésen a polgármester uraknak és hölgyeknek, hogy szeretnék minden települést felkeresni, ugyanis én azt gondolom, hogy a járási hivatal az nem önmagáért van. A járási hivatal az emberekért van, az ügyfelekért, és nem fordítva van. Tehát nekünk és a járási hivatal vezetőjének és alapvető feladata az, hogy ismerje azokat az embereket, azt a társadalmi és szociális környezetet, amelyben a járási hivatal végzi a feladatait. Ugyanis a megújuló magyar közigazgatásnak nagyon oda kell figyelnie arra, hogy megfelelő válaszokat és reakciókat adjon a társadalmi, szociális környezetnek a jelzéseire, ezeket a jelzéseket eljuttassa kormányzati szinten, és valójában az embereknek így tud segítő jobbot nyújtani, hogy jelen van, hogy ott van. A hivataloktól, illetve az önkormányzatoktól átkerült feladatköröket, ügyfelköröket hogyan sikerül ellátni, vagy mik ezek a fő funkciók, hogyha esetleg tudunk így részletesen is beszélni róluk? Igen, természetesen. Tehát a járási hivatal felépítése, mint említettem, az egyrészt a törzshivatalból, másrészt pedig a szakikszervekből áll. A szakikszervek azok beintegrálódtak a járási hivatalba, úgyhogy feladataik változatlanul maradtak. Amikről igazán érdemes szót ejteni, az a törzshivatalnak a feladatai, ugyanis ezek azok az államigazgatási feladatok, amelyek átjöttek a jegyzőktől. Ezeket a feladatokat régen a jegyzők, kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézői látták el. Ezek különböző hatósági feladatok, amelyek a hatósági ügyintézés különböző ágazatait jelenítik meg. Vettünk át feladatokat belügyi ágazatból, földművelésügyi és állategészségügyi ágazatból, iparból, kereskedelemből, közlekedést, hírközlést, vízügyi feladatokat is érintenek az általunk látandó hatáskörök, ami igazán jelentős, az a szociális és gyámügyi ágazat. A szociális igazgatással kapcsolatos egyes feladatokat
2013. január 1-től a járási hivatalok látják el. Ezek képezik a legnagyobb tömegű hatósági feladatot, a gyámhivatali feladatok, illetve az okmányirodai és szabálysértési feladatok mellett. A szociális igazgatás területéről a járási hivatal hatáskörébe került az időskorúak járadéka, az alanyi jogon járó ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, a rehabilitációs szerv megkeresése, a súlyos mozgáskorlátozott keresőképességének megállapítására, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Nagy tömegbe jöttek át a gyámügyi igazgatás, illetve a gyermek- és ifjúságvédelem területéről feladat és hatáskörök. E területről azt mondhatjuk, hogy szinte egy az egybe átjöttek a járásba a hatáskörök, ugyanis az ezt ellátó kollégák a járásba új szakikszervként integrálódtak be. Ez azt jelenti, hogy az eddig gyámhivatali feladatokat ellátó, a nagyatádi önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők a járásba a gyámhivatali szakikszerv dolgozói lettek. Így egy 4 fős gyámhivatalunk jött létre, akik ellátják a gyámsággal, a gondnoksággal, az eseti ügygondok rendeléssel, a családba fogadással, az átmeneti és tartós nevelésbe vétellel, a gyermektartásdíj megelőlegezésével, a családi jogállás rendezésével, a védelemmel vétellel, az ideiglenes elhelyezéssel, az örökbefogadó szülő alkalmassági ügyeivel, a fiatalkorúak házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos hatásköröket. Vettünk át hatásköröket az oktatási ágazatból is. Jelenleg járási hivatali hatáskör a rendkívüli iskolai szünet elrendelése, valamint különböző tankötelezettséggel kapcsolatos feladatokat is ellátunk, illetve a tankötelezettek nyilvántartása is a mi feladatunk lett. A honvédelmi ágazat területéről is jöttek át hatáskörök. Itt megemlíteném a védelmi igazgatási feladatokat, a helyi védelmi bizottság elnöke, az a járási hivatal vezetője lett. Valamint a hadigondozással kapcsolatos feladatok is járási hivatali hatáskörbe kerültek. Milyen jövőbeli feladatok várnak még önre a mindennapi teendők mellett, illetve amellett, hogy akkor szeretné ellátogatni a településekre is? Sok feladat került koncentráltan a járási hivatalhoz, ezekből az adott térség minden vetülete látható. A járási hivatal vezetőnek az is feladata, hogy átlássa a járását, ismerje az ott élő emberek problémáit. Az új rendszer segíti a kormányzati munkát, jobban azonosíthatóak a problémák, egyszerűbb a megközelítés, a megoldás. Figyelni kell az alulról jövő jelzésekre, és azokat gyorsan el kell juttatni a kormányzati szintig. A járás az emberekért van, nem egy öncélú, elszigetelt szervezet. Az emberek bizalmát ki kell érdemelni, meg kell szerezni és meg kell tartani. Ennek egyedüli módja a jelenlét, a figyelem, az érdeklődés, a problémájuk megoldásának figyelemmel kísérése. Csak úgy tudunk segítő jobbot nyújtani, ha jelen vagyunk, és ha elérjük azt, hogy bizalommal forduljanak hozzánk. A jó állam eszménye megvalósításának kulcsa az elégedett ügyfél. Ahhoz, hogy az ügyfél elégedett legyen, maximális udvariassággal, magas szakmai színvonallal kell intézni ügyeit. Figyelni kell a problémáira, a jelzéseire, mert nem az ügyfél van a járásért, hanem a járás van az ügyfélért. A megújult magyar közigazgatás feltételezi az együttgondolkodást, a társadalmi, gazdasági, szociális környezet történéseire az azonnali megfelelő reagálást, vagyis a jelenlétet. Az én tervem és célom a jövőre nézve, hogy mindezek tükrébe szeretném az ügyfelek maximális elégedettségére ellátni, illetve a járási hivatal által elláttatni mindazokat a hatásköröket, amelyeket a törvény,
ami feladatunként szabott. Szép sok feladattal bíztak meg Önöket. Én kívánom, hogy sikerüljön mindezt teljesíteni, és úgy, ahogyan az imént is beszéltünk róla, hogy maximálisan az ügyfelek megelégedésére. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Nézőinknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva is, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!